adjátok nagy szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. Széle Zoltán az Arabona Eagles Motoros Klub titkára adja át a borítékokat. Csütörtökön délelőtt a győri városházán dr. Perge Leza alpolgármester irodájában tett látogatást három győrszent iváni család, akiknek a motorosok igyekeznek könnyebbé tenni az iskola kezdését. Igazából most már évek óta van olyan jótékony cél, amit támogatunk, ilyen az iskola kezdési támogatás, és most már hagyományt csinálunk gyakorlatilag belőle, vagy ilyen az értelmi sérülteknek a Mikulás ünnepsége, vagy állatkerti nap, vagy a gyerektáboroztatás. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy az idei év attól függetlenül, hogy elég nehéz számunkra, mert hát itt a vírushelyzet miatt bevételünk nagyon nem volt, de a tartalékainkból még ezt tehát nem szerettük volna kihagyni. Aztán reméljük, hogy jövő héten a motoros találkozó úgy valósul meg, ahogy szeretnénk, és akkor tovább tudunk menni ezen az úton gyakorlatilag. Ugyanis a motoros klub egyetlen bevételi forrása a jövő héten rendezendő győrújbaráti motoros találkozó. Az itt befolyt összeget fordítják rendszerint jótékony célokra. Tavaly a vírus miatt elmaradt a rendezvény, ezért kellett most a tartalékokhoz nyúlnia az egyesületnek. A többgyermekes családok 55 ezer forintnyi vásárlási utalványt kaptak, melyekből olyan eszközöket, ruhát és élelmet vehetnek, melyek egyszerűbbé teszik a tanévkezdést számukra. Azért Győrszent Iváni családokra esett a választás, mert az egyesület Szent Iváni és a tagok nagy része is itt él, vagy kötődik ehhez a település részhez. Győr és környéke motoros klub keresett meg, és ők mondták, hogy ahogy korábban is voltak karitatív tevékenységek, most az iskola kezdésben szeretnének támogatóként segíteni olyan családoknak, akik esetleg erre rászorultak lennének. És kérték, hogy Győrszent Ivánról három ilyen családot keressünk, akik örömmel fogadnák ezt az iskolakezdési támogatást. Ebben egy kicsit belevontam a két iskolának a vezetőjét is, meg hát ugye a helyi civil szervezetet is, és így a három gyereket, a három család került támogatásra, mindenhol több gyerekről van szó, tehát mondhatnánk azt, hogy van benne nagy családos is, és így kerültek ők kiválasztásra. A kiválasztott családok láthatóan nagyon örültek a támogatásnak, és egyetértettek abban, hogy számukra valóban nagy segítség ez az 55 ezer forintnyi adomány, melyeket utalvány formában a leghasznosabb tanévkezdéshez szükséges dolgokra tudnak fordítani.